Önöknél is elkezdődött az új tanév, a tanévet megelőző hetek, hónapok, hogy teltek, sikerült -e minden karbantartási munkát elvégezni? Igen, bátran mondhatom, hogy a 2018-2009-es tanév rendben elkezdődött. A nyáron az alsó tagozatos udvar megújult, és a kötelező tisztasági meszelések, felújítások rendben zajlottak a nyár folyamán. Sikerült-e minden tanulócsoportot a tervek szerint elindítani, azaz a tankerület áldását adta-e végül az önök programjára? Az alakuló értekezlet és a tanévnyitó értekezlet után tájékoztattuk a tankerületet az induló tanulócsoportokról, és megkaptuk valamennyi tanulócsoportra az indítási engedélyt. Van-e valamilyen extra tanulócsoportjuk, amiről így külön lehetne esetleg beszélni? Én örülök, hogy a gimnáziumi 9. osztály rendben elindult. Igaz, hogy ez nem egy extra tanulócsoport, de az elkövetkezőkben is a tantestület azon dolgozik, hogy 1-től 12 évfolyamig működtesse a Deák Ferenc általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskolát. Mindenkivel rendelkeznek-e, milyen a szakos ellátottságuk? Örömmel tájékoztatom a kedves szülőket, hogy százszázalékos a szakos ellátottságunk, és a környező kisiskolákat is néhány szakos kolléga kisegíti, tehát kitanítunk a kisiskolákba is. Úgy tudom, önöknél is bevezetésre kerül idén az elektronikus napló. Zöggenőmentesen megy a történet? Igen, ez egy elég komoly feladat. Én azt gondolom, nem csak a Szegróti Diákban, hanem az ország valamennyi intézményében. Igen, bevezetésre került szeptembertől az elnapló, de ennek azért voltak előzményei. A kollégák 30 órás képzésen vettek részt a bevezetéssel kapcsolatban, és a másik nagyon fontos, hogy azért segítjük egymás munkáját, mert máskülönben ezt nem lehetne jól működtetni. Próbáljuk minél jobban működtetni. Az első év a próba év, az elnapló tekintetében is gondolom, használnak-e még papíralapú naplót segédletként? Igen, ez a, az első év próba év, és azért a biztonságunk megőrzése érdekében a papíralapú naplót is használjuk, de jövőre. Ha minden igaz, akkor 2019-től már éresben megy az elnapló. Szülőkkel sikerültem már erről beszélni, mennyire vevők a történetre, hiszen ugye elvileg ők is betekintést nyerhetnek majd a lurkok tanulmányi előmenetelébe is például. Teljesen új az információ, tegnap volt szülőértekezlet, tegnap előtt, illetve a mai nap folyamán a gimnáziumban lesz szülőértekezlet. Ugye akinek nagyobb gyermeke, középiskolás gyermeke van, ott már a szülő ismerkedett, sőt megismerkedett az elnapló használatával. Teljesen pozitívan fogadták, végül is a belépéshez szükséges jelszót az osztályfőnökök a szülők rendelkezésére bocsátották, és hát napra készen tudnak a gyerekek tanulmány előre meneteléről tájékozódni. Ezt a gyerekek hogy fogadják? Akinek nagyobb testvére van, középiskolás, ott már azt gondolom, hogy ismerős, de semmi a gyerekek részéről nem volt ellenvetés. Úgy tudom, pályázatokon is részt vesznek, mely, milyen pályázatokról tudunk beszámolni, amelyek futnak, vagy a közeljövőben indulnak? A határtalanul pályázat már több éve megy az intézményben. Az idén is sikeresen pályáztunk, és bent van a hetedik osztályos pályázatunk is. Még nem kaptunk értesítést, de reménykedünk benne, hogy nyerni fogunk. És még arról szeretnék beszélni, hogy Zaraszángrót város Egyesületeivel is közösen pályázunk, nyertek, nyertünk pályázatot, így a hazatérők is nyertek pályázatot, és az ő tevékenységükbe is besegítünk pályázat keretében.